Nyírpazonyban az év elején megújult a védőnői és a gyermekorvosi szolgálat épülete kívül belül közel 30 millió forint Európai Uniós forrásból. Az épületet márciusban adták át, ezzel együtt a védőnői szolgálat egy több millió forintos eszközbeszerzésre is kapott támogatást, a jó idő beköszöntével pedig indult a közmunkaprogram. Március után a április folyamán indult el egy start munkaprogram, amelyben 80 fő munkafelvételére kaptunk lehetőséget. Nagyságrendileg pénzösszegben ez egy 100 millió forintos pályázati lehetőségünk volt a munkaügyi központon keresztül. Nagyon örültünk annak, hogy ebben az évben volt először lehetőségünk ebbe a programba bekapcsolódni. Gyakorlatilag három programelemből állt a pályázat. Belvíz elvezető csatornáknak a felújítása történt a településen. Egyik programelemként, a második programelemként a utak, belterületi, külterületi utaknak a javításába kapcsolódtunk be, illetve lehetőségünk nyílt eszközöknek és gépeknek a beszerzésére. Az eszközbeszerzés keretében egy homlokrakodót és egy térburkolókőgyártó gépet is vásárolt a település. Utóbbival betonelemeket lehet készíteni, amit a csatorna felújításban hasznosítottak, így folyamatosan munkát tudtak biztosítani a 80 közfoglalkoztatottnak, tájékoztatott a polgármester. Dubai László kérdésünkre azt is elmondta, idén nyáron befejeződött egy több éve húzódó felújítási projekt, aminek keretében családi napközit hoztak létre, valamint ősszel megkezdődött egy három önkormányzati épületet érintő energetikai beruházás is. Egy keopos energetikai konstrukció keretében 130 millió forint értékű pályázatunk valósult meg energetikai fejlesztések terén. Három intézményünket érintette, az iskolát, az óvodát, illetve a polgármesteri hivatalt, nyílászárócsere, illetve külső homokzati hőszigetelés és födémszigetelés valósult meg ebben a pályázati konstrukció keretében. A polgármester mindehhez hozzátette, a jövőben is keresik majd az energetikai fejlesztéseket támogató pályázatokat, ugyanis a novemberben átadott beruházásnak köszönhetően éves szinten több millió forinttal csökkenhet az önkormányzat fűtésköltsége.